Vegyünk egy kis szünetet, motorjavításból. Mennyező, már egy óra rohan az idő. Na gyorsan egy smoothie-t beakasztok. Gondoltam lefémezem, mert vettem a tegnap gyümölcsöt, fagyasztott beriket. És megmutatom, hogy a kedvenc smoothie-m milyen is. Na. Akkor vegyük a blendert. Ja, valaki kérdezte múltkor, hogy milyen blendert használok. Ezt lássad kell, ezt Farberware. Ez egy szimpla blender, ilyen 30 dolláros mazai blender. Itt van a régi blenderem. Black & Decker, Crushmaster. Még működik, csak kicsit már gagyi folyik az alján, de még működik. Na, és itt van a Berry. Berry good. Mert a kedvenc smoothie az Balant és Berry. Ezek a bóti banánt használom, a másik, ezek a kicsikék, ez a házi termés, azt csak úgy simán eszem, mert nagyon finomok. De, ja, bóti balant tesszük ide beleje. Ó, nincs narancslevem, tehát szoktam még narancslevet tenni, mert ugye az az igazi kedvenc smoothie banán, narancslés, ezek a berik. De és banán meg berry is, víz is megteszi. Na, tehát a banán kívülről csufú néz ki, lássátok-e, hogy megvan érves, utána még megcsipte egy kicsit a dér a hűtőbe. De belül szép fehér, úgyhogy kell hagyni, jól érjen meg a banán, legyen ilyen pettyes a héja. Mert ha nem lesz elég édes. Starchy lesz, keményítős. És megfájdul tőle a hasikátok. Úgyhogy legyen érett a banán, sárga nem elég még. Sárga még éretlen. Pettyös kell legyen, mint a leopard, szép sok barna petty legyen rajta. Nagyon könnyen halmozható legyen, ne recsenjen a nyele, mikor törítek le. Na, you know what I mean. Egy-egy barna rész van, az kivágod. Kamera remélem jól áll. Na, csak egy ilyen gyors lesz, ilyen 2 perces. Mert éhes vagyok, sok a dolog, úgyhogy nem fossuk a sót sokat. Mennyi banánt tettem belé, vagy 8 darabot? Még belédobom azt a 2-t, de előbb összemixelem. Konyha, hogy tetszik, hogy folyóvíz van-e a konyhában? Hogy ne lenne, hogyha öntöd, akkor folyik. Na, amint meg lesz a tornác, ne féljetek, mert bekötöm a vizet is, és a villanyt is hivatalosan bevezetem, veszek, váltok egy engedélyt. Na, kinyillassz-e? Jó, hogy szeretem ezeket a beriket, gyerekek. Ó, nézzétek meg, ne. Hányféle van benne? Szeder. Milyen? Mano, Aper, Seder és Áfonya. Négy fajta beri. Nem. Mi az? Nem Seder, hanem az a nagy, az Mulberry. Tehát Tyuk Aper, Földi Aper, Mano és a kicsikék, azok Áfonyák, nem látszik jó, de ott vannak. Na, ezt így önteni szoktam már a kezemet, hanem mind összefogja. Igen. És akkor tűdünk rá egy kicsi jó desztillált vizet. Ja, narancslével szeretem a legjobban, adj neki. Ugye édes is lesz, meg savanyú is. És a vizet azt ízlés szerint adagoljátok, persze. Azt hiszem még fog kelleni ide egy kis víz.
hogyha blendert bedugnánk, látni, hogy jobban menne. Ide ne. Ugye? Médiumon szoktam blendelni. Ja, nem elég a víz, nem kapja fel a vizet. Mivel most hideg a banán, meg ugye fagyasztott berliket használok, ezért csak szobahőmérsékletű vizet teszek beléje. Nem szabad nagyon elvizezni, mert akkor túl hig lesz. Nem tesz egy kicsi vizet, még megblendülöd. Na jó, csinálunk egy kicsi púzus neki. Hype. Magas fordulaton púzus. Addig, amíg összekapja őt, akkor mehet tovább médiumon megint. Én akkor szeretem, mikor egy kicsi lyukacska megjelenik a közepébe, az örvény megjelenik. Nekem akkor pont jó. Igen. Megtanuljátok, beléjöztök, hogy Májka jó. Na, kell lenni egyszerűbb reggeli vagy ebéd? Ez nekem most pont ebéd, reggelire szőlőt reggeliztem, megettem egy kiló szőlőt. Azt a két banánt még belé fogom dobni a tetejére, de csinálunk közben egy tesztet, egy kóstolót. Ah. Anyám tájá még annál is jobb. Azért passzol olyan jól a balant, a berikkel. Hogy hívják beri? Beriket, hogy hívja a gyűjtőneve, mi a beriknek magyarul? Málna félig? Aper félig? Vagy van valami spéci? Hát ugye a banán az édes, és ezek a berik egy kicsit, hát azok is édesek, de savas. Azt hiszem a szab-eszid kategóriába tartozik. Nagyon jól összepasszulnak. Narancslével még finomabb, de vízzel is jó. Kicsit túl hideg nekem. Kell hagyjam, hogy melegedjen. Ha nem teszel elég banánt belé, akkor nem lesz elég krémes, nem lesz elég édes. Tehát úgy nem igazán jó, hogy 2-3 banán és egy csomó beri. De végül is ízlés dolga, hogyha valaki úgy szereti, akkor úgy csinálja. A lényeg az, hogy meg kell inni belőle egy jó adagot. 10 banán, úgy gondolkozzatok, 10 banánba. És a beriben nincs sok kalória, úgyhogy egy ilyen blenderrel az, mit tudom, 1200 kalória. Az egy jó reggeli vagy egy ebéd. Ja, úgy kezd, kávé úgy számolom én, egy 1200 kalória reggeli, 1200 ebéd, vacsora 1500, 2000. Ja, 3-4000 kalória között eszek mostanában. Kicsit visszaabb vettem, ugye, mert inkább számítógépes munkát csinálok, és nem annyi fizikai munkát mostanában. Olyan, blenderrel kapcsolatban valaki kérdezte, hogy e-mailben még nem válaszoltam, de röviden most e-mail videóban válaszolok, hogy kérdezte, hogy mi a véleményem, akarnak venni egy blendert, milyen ajánlok. Ugye Vitamix az a legkirályabb blender, így vegan meg nyers vegan körökben azt használják az emberek. Tehát az egy nagyon drága blender, ilyen nem tudom, 400-500 dollár körül van. Úgyhogy ha van pénz, ez megengedheted magadnak, akkor ja, vegyél egy Vitamixet.
Hogyha nincs annyi pénzed, akkor vehetsz egy blenteket. Még azt kérdez az e-mailbe, az is benne volt, hogy blentek, az egy kicsit olcsóbb, $250 körül azt hiszem. Viszont egy ilyen falusi mezei blender, egy ilyen alapblender is megteszi, egy ilyen $30-os. Én 6 éve azzal blenderezek, azt vettem 30-ét a Targetből, és akkor vettem ezt a Walmart-gulást is, vagy 30 körül. Úgyhogy ez is megteszi. Azok a high power blenderek, mint a Vitamix, meg a Blendtec, az inkább arra van, hogyha ilyen dióféléket, meg magyarókot, meg mindenféle kemény cuccokat akarsz összetöretni. Hogyha csak gyümölcs smoothie-kot akarsz csinálni, meg zöldeket, ugye ebbe beledobhatsz, néha beledobok én is egy marék spenótot, vagy salátát, hogyha akarom egy kicsit változtatni az ízet. Vagy mit szoktam még, milyen zöldséget. Ja, általában spenót vagy salát, olyan zsenge zöldlevelő, vagy kale. Kale-nek, hogy is hívják magyarul. Köl? Kale vagy nem kale? Ja, bészopogatod. Ugye, hogyha blender Vitamix-el tudna a fagyit csinálni, tehát a banánokat nem a hűtőbe teszed, hanem fagyasztóba, meghalmozod. Hát lényegbe a fagyasztóba teszed, akkor fagyasztod be elég, és akkor beteszed a Vitamixbe. Annak van ilyen dörösszölője, amit a lyukon be tudsz dugni és ledörösszölni, és az összetöri, tehát fagyit csinál belőle. Banán, malna, eper, fagyit. Ja. Úgyhogy milyen könnyű és egyszerű az egészséges életmód, nem? Összeblendeled, beszopogatod. Lassan, hogy évezzed az ízeket. És kész. Egész nap desszertet eszek. Gyümölcs, édességet egész nap. Csodálkoznak az emberek, hogy nem eszek sütiket, csokit, és kérdezik, hát nem kívánod a sütit, vagy csokit. Hát mi, hogy kívánjam? Nincs, hogy kívánjam, mikor beakasztasz egy blender fagyit, vagy cukorkát, csokit, az olyan, ez olyan, mintha desszertet ennél. Koho, miért tegyek ára még csokit, vagy cukorkát? Aki nem eszik gyümölcsöt, vagy kevés gyümölcsöt eszik, az igen, az kívánja az édességet, desszertet, meg csokit, ilyen hülyeségeket. De egyé jó sok gyümölcsöt, jó sok édességet, az édesség. Akkor nem kívánod a szemetet, a cukorkát, csokit, ilyen hülyeségeket. Próbáljátok ki. Rádobok még tetejre 2 balántot. Vagy még többet. Egyelőre ennyi elég lesz. És kész. Megbítsük a kezünket, a csap alatt. A kést is. Sporoljunk a vízzel, csak egy kicsit kell használni, nem is töltök több vizet el. No! Mi a kedvenc smoothie-tok nektek, kedvenc turmixotok? Írjátok be alul a kommentbe, osszátok meg, tanuljunk egymástól smoothie recepteket. Csináltok egy videót róla, aki még nem videózik, de szeretne elkezdeni videózni, ez a legkönnyebb módja. Csinálj egy videót arról, hogy mit eszel, mit reggelizel, mit ebédelsz, hogy csinálod a smoothie-t, vagy akármit csinálsz. Hm.
Most még jobb, hogy még belédobtam két banánt. Az előbb nem volt elég krémes. Most így krémesebb. Tehát ja, a banán kell legyen 90%-as, csak 10% a berry. Very good! Ezt nevezem életnek, gyerekek. Finom es, egészséges is, környezetvédő is, és állatokat se kell megölni. Mindenki nyit csak nyár. Nincs amit ne szeretni ebbe. Olyan, mint a csics! Na jó, jó étvágyat nektek is, pa!